Toronymagas esélyesként fogadta a legutóbbi 9 mérkőzését elveszítő Debrecen csapatát a Falkó. A derbi eleje a várakozásoknak megfelelően alakult, az 5. percben már több mint 10 ponttal jártak előrébb a vasiak. A folytatásban azonban feljöttek a vendégek, és Kósa utolsó másodperces triplájának köszönhetően a nagyszünetben már csak egyetlen ponttal voltak lemaradva. A 46-45-ről kezdődő harmadik negyedben viszont döntésre vitte a dolgot a sárga-fekete alakulat, ugyanis ezt a 10 percet 30-18-ra nyerték váradiék. A záronegyedben már lényegi változások nem történtek, és 95-86 arányban győzött a Falkó a határozottan jól teljesítő Debrecen ellen. Támadó térfélen azt gondolom, hogy nagyon szép munkát végeztünk, jó százalékkal dobtunk, szépen járattuk a labdát. Igazából a védekezésben is láttam pozitív dolgokat, de 95 pont, még ha az a Falkó is, az nagyon sok. És az elsősorban a két páratlan negyed figyelmetlenségeiből adódik. A Debrecen csapata kifejezetten jól tartotta magát Szombathelyen, amiben jelentős szerepe volt a nemrégiben igazolt Martinicsnek, aki amellett, hogy jól irányított, a pontszerzésből is alaposan kivette a részét. Ettől függetlenül a Falkó hozta a kötelezőt. A Debrecen ez nem a gyenge csapat, van a jó roster, most a Martinics is plusz, ez nem gyenge. Bízom benne, de mi tudunk jobban játszani, nem volt a bravúr, csak mi olyan boldog vagyok, mikor nem látszik nagyon jól, nyertünk. Ez ilyen kötelező győzelem, ez mindig legnehezebb játszani. Győzelmének köszönhetően a Falkó továbbra is veretlen hazai környezetben. A tabella második helyén álló Szombathelyiek a hétvégén nyugat-magyarországi rangadót játszanak a szintén remek formában lévő ZTE otthonában.